Balassa M. Iván etnográfus az erdélyi épített örökség nagy ismerője, aki kiemelt figyelemmel tanulmányozza a székelykapu eredetét, elterjedését. Vetített képes előadásán összefoglalta a székelykapu történetét, elnevezésének kialakulását, és azt, hogyan honosodott meg ez a két és három oszlopú fedett, galambúgos építmény. Képzeletben bejárta a közönség Erdélyt, de még Európát is. Azt is megtudták, hogy csak a 19. századtól nevezik a székelykaput székelykapunak, s hogy a néprajzkutatók adták ezt a nevet az építménynek. Arról is beszélt, hogy székelykaput nem építhetett akárki. Kifejezetten ilyen rangjelző volt. Maga az, hogy mit faragnak rá, ez korban is rengeteg minden izgalmas dolgot, a feliratok, hát az egy külön történetek, ezek a feliratok, amikor hát a bejövőt megáldják, a kijövőt is elbocsátják, de felírják azt, hogy hát aztán aki nem rendes ember, az nehogy már ide bejöjjön. Szóval ez mind ilyen történeteket hordoz, ami hát izgalmas kutatási téma. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának őszi előadás sorozata sok érdeklődőt vonzott a várkávézójába. Balassa M. Ivánt régi szakmai és családi kapcsolat fűzi Sárospatakhoz és a Rákóczi várhoz. Természetes volt hát, hogy legújabb kutatásáról is beszámoljon a pataki közönségnek. Sokan vagyunk, és ez mindig örömteli, hogy a sárospataki közönség nyitott azon témákra, amelyeket mi is itt ajánlunk, és azt hiszem, hogy a messzi magyar a székesség témáját idehozni ebben az őszi időszakban egy kicsit a térre, a melegségre, az egymásra utalásra való készülés jegyében is, amikor mint a székelykaput, mint egy kicsit kitárjuk, mi is a múzeum kapuját kitártuk ma, és örülök, hogy sokan eljöttek. A magyar etnográfia klasszikus művelője és előadója bemutatta a legrégebbi székelykaput, amely három széken található, majd mai jó és rossz példákat is említett. Beszélt a székelykapu programról, amely a kapuk tervszerű dokumentálását, rendszerezését, megóvását, megmentését tűzte ki célul. Előadásán kiemelte, hogy ő nem osztja azt a nézetet, miszerint a székelykapu keletről származik. Úgy véli, hogy különféle kapufajták vannak a világon, de a székelykapura jellemző fajta nincs sehol, csak nálunk, azaz hungarikum.